Ellátogat hozzánk egy rendkívüli osztályfőnöki órára, Németh Lászlóné. Hosszú idő után lapunknak adta az első interjúját, és nem sokkal rá pedig osztályfőnöki órát tart diákoknak, ahol elhangzik az, hogy kedves diákok bármit kérdezhetnek. Számíthatunk arra, hogy gyakrabban fogunk találkozni a nevével a médiában, mint nyilatkozó? Hát én azt gondolom, vannak olyan események, vannak olyan szervezések, ahol szívesen részt veszek, például a mai ilyen volt. Azt, hogy mikor és mennyit készülök megjelenni a médiumokban, én azt hiszem, hogy ha van mondani való, ha van értelme a dolognak, akkor biztosan megfogok. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy gazdasági felrendülésről beszélhessünk, miközben a ország pénzügyi helyzetét sikerült stabilizálni, lassan már ezt külföld is el tudja ismerni, hogy mindazt, amit vállaltunk, ezt elértük. Ugye van egy olyan probléma, aminek a megoldásán nagyon sokat kell dolgozni, ez pedig a munkahelyteremtés. Létrejöttek közmunkaprogramok. Most teljesen nyilvánvaló, hogy nem, ez nem egy cél, ez egy eszköz ebben a pillanatban a kezünkben, amit mindaddig használni akarunk, amíg nem tudunk megfelelő mennyiségű munkahelyet teremteni szerte az országban. Ugye nálunk alapvetően nehéz sorsú gyerekek vannak. Fontos az, hogy tudják, hogy EU-s források, meg fontos az, hogy tudják, hogy vasúti szárnyvonalak, meg fontos az, hogy tudják azt, hogy működik egy minisztérium. Tehát, tehát ebből a szempontból nagyon hasznos volt. Az egészen biztos, hogyha én a 90-es évek elején, akkor megkaptam azt a felkérést, hogy az addigi életemet hagyjam ott, és menjek el egy bankba dolgozni. Ha ezt én akkor nem fogadom el, akkor egészen biztos, hogy én ma nem ülök abban a székben, ahol ülök. Ott kellett ez a váltás, nem azt mondom, hogy ez egy könnyű váltás volt, de azt gondolom, hogy visszaigazolódott, hogy helyes volt. Helyes volt, és én akkor jól döntöttem. Úgyhogy miután önök nem sokára olyan helyzetben lesznek, hogy kilép a nagybetűs életben, mindenféle döntéseket kell hozni. Én mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy döntsön bátran, merjen dönteni. Lányok, fiúk, jó utat!